A forradalom jelképét, a lyukos zászlót tartja az angyali nőalak a szabadságtéri emlékművön. Éppen 15 évvel ezelőtt, 2006 őszén avatták fel az emlékművet. Ez egy őszinte, önös érdektől mentes, nem számító, nem megalkuvó forradalom volt. Ezért lehetünk büszkék 56 hőseire, akik valamennyien példaképek lehetnek a meg nem alkuvás szimbólumai. Bíró Lajos alkotása egy kettétört szentét ábrázol. A falán két latin szó, a Gloria Victis, azaz dicsőség a legyőzötteknek. Évtizedes hagyomány, hogy a megyei közgyűlés egy-egy megyei településen ünnepli a nemzeti ünnepeket. Idén Nagykállóra esett a választás. Nagykállóban emlékezetem szerint még nem voltunk, úgyhogy méltó és igazságos, hogy itt a ősi vármegye székhelyen is megemlékezzünk legtisztább forradalmunkról, 1956 hőseiről. Köszönjük szépen Nagykállónak a vendégszeretetét, és azt a készületet, azt az izgalmat, amivel a műsorral készültek a fiatalok, a gyerekek. Volt módom szót váltani velük, hogy mennyivel másabb ez egy ünnepség, mint egy iskolai ünnepség, azt mondták, hogy nagyobb. A Nagykállói Görög-katolikus iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Simon Miklós országgyűlési képviselő azt mondta, három fontos értéket hagytak örökül 1956 hősei. 1956 hősei a 2500 áldozat, a közel 400 kivégzett és a közel 200 000 honfitársunk, aki külföldön lelt menedéket. Őrájuk emlékezünk ma. Ők azok, akik mértéket adtak hazaszeretetből, küzdeni tudásból és ragaszkodásból. Ragaszkodtak az elveikhez, gyűlölték a diktatúrát, felemelték Magyarországot, és példát állítottak évszázadokra mindannyiunk számára. Emlékezzünk róluk, és adjunk Istennek hálát, hogy 65 év után békében és szabadságban élhetünk, és 56-os generáció utódaiként elmondhatjuk azt, hogy megőriztük országunkat, megőriztük Magyarország szuverenitását, és védjük az elért eredményeket. Az ünnepség után koszorúkkal és mécsesekkel emlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseire Nagykállóban.